Kisbatyán településrész 58-ban csatlakozott Komlóhoz, mint ahogy a beépítéséből is látszik, mindig is egy csodálatos környezetben lévő falu volt. A csatlakozás után megépült az összekötő út, és valójában itt az eltelt több mint 60 év alatt nem történt komolyabb fejlesztés sem a településen, sem az idevezető úton. A településen való fejlesztést megkezdtük egy több éves lépcsőben, és valójában 2016-ban kezdeményeztem a belügyminisztériumnál az összekötő útnak a felújítását. Ez egy több mint 4 kilométer hosszúságú út, 325 millió forintos kiemelt direkt kormányzati támogatást kapott Komlóváros önkormányzata 2020 év végén. A lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 2021-ben kezdődött meg a kivitelezési munka, és az elmúlt évben be is fejeződött. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően komplex felújítást végeztünk, megújult a vízvezeték rendszer is, ahol szükséges volt a csapadékvízelvezetés, és a teljes útburkolat új rétegekkel gazdagodott, buszmegállók épültek, újultak meg, és egy új köldögzsinort kapott Kisbatyán a további 21. századi fejlesztéseihez. Ivic Pál vagyok, Ivic BT-nek a tulajdonosa, ügyvezetője. Családommal kint élünk 2006 óta. 90-es évek óta vagyunk itt jelen a Jánosi pusztán, és 2011 óta üzemeltetjük itt a vállalkozásunkat. Kis családi vállalkozás, ami fémmegmunkálással, forgácsolással foglalkozik. Elég jelentős különbség van most a mostani út állapota és a rég elmúltak között, mivel hogy nagyon-nagyon sokáig semmi fejlesztés nem volt, nagyon-nagyon sokáig csak éppen, hogy kátyúzás volt az utóbbi időben, hogy járhatatlan volt majd, hogy nem az út. Mi örülünk ennek az útnak, mivel jobb a megközelíthetőségünk, biztonságosabban lehet közlekedni. A partnereim is jelezték, akik jönnek hozzánk, hogy igen, most már uniós szinten meg tudnak minket közelíteni. Kisbatyán településrész területi képviselőjeként elmondhatom, hogy egy régi lakossági igény valósult most meg az útfelújítással és a hozzá kapcsolódó kiegészítő elemekkel. Hogy miért is mondom ezt? Azért, mert egy jogos lakossági igény, sikeres pályázat és költségkereteken belüli beruházásról beszélünk. Sajnos azt láthatjuk, hogy ez a hármas sok esetben nem áll fent, de ez nem feltétlenül a képviselők és az önkormányzat hibája. Fontos azt is megemlíteni, kihelyezésre kerültek olyan forgalomsegítő eszközök, itt gondolok a Mecsek Jánosi puszta települési jelzőtáblára, a súlykorlátozó táblákra, amelyek az itt élők és az ide látogatók közlekedését segítik. Majoros József vagyok, kisbatyáni lakos, 25 éve költöztünk ki a faluba, és azóta élünk itt a családommal. Az út, ami most felújításra került, ez igazán megkönnyíti az életünket, mert az előző út állapota már olyan volt, hogy szinte közlekedni nem lehetett rajta, baleset veszélyes volt. Volán is rendszeresen panaszkodott a közlekedésre, sokat segít ezután a falu életében. A falu fejlődik szép lassan a maga ütemébe, fiatalok költöznek a faluba, gazdálkodni próbálnak. A faluban még sok minden van, amit meg kell oldani, meg kell javítani, építeni. Ez mind a javunkat szolgálja.